Mi a véleménye a jellegi orosz-ukrán háború helyzetére, illetve hogyan értékel a békepártiság, háborúpártiság fogalmát, milyen tapasztalatai vannak, vagy milyen gondolatai támadnak, ha meghallja ezeket a fogalmakat? Hát a legelső gondolat az, hogy szörnyű, hogy itt Európában van egy háború. Ez mindenki számára szörnyű szerintem. És mindent meg kellene tenni, hogy nyilván ez a legrövidebb időn belül véget érjen. És itt jön ez a kérdés, ez a dilemma, ugye, hogy most mit jelent ma békepártinak lenni, vagy mit értünk azon, hogy valaki valóban békét akar itt Európában. A történelmünkre sajnos nagyon ritkán emlékszünk valójában. Sokszor emlegetjük a történelmi tapasztalatokat, de mégse akarjuk őket a napi életben használni, vagy nem figyelünk rájuk, amikor történnek ezek az események. Mert hogyha valaki egy picit is tájékozott mondjuk a II. Világháború kirobbanásának időszakáról, nem konkrétan már arról, hogy Németország éppen megtámadta Lengyelországot, hanem azt megelőző időszakról, hogy mi történt, és végignézi azt, hogy mi történt Ukrajna megtámadása előtt közvetlenül, azt megelőző hónapokban, akkor nagyon sok hasonlóságot vél felfedezni. Az egyik az, hogy folyamatosan arról beszélnek a propagandában, hogy a másik országban a más anyanyelvűeket háttérbe szorítják, megszorítják, különböző törvényeket hoznak ellenükre, a jogaikat csökkentik, csorbítják, nincsenek ugyanolyan feltételek az életükhöz, mint az anyaországnak az egyéb polgárai. Ez történt Németország és Lengyelország vonatkozásában is, és utána egy kiprovokált, vagy a németek által megkonstruált áltámadás volt aztán a közvetlen kiváltó, katonai kiváltó. Egy rádióállomás elleni németek által végrehajtott, de lengyelnek álcázott támadás. Így van. Éppen ezt megelőzik azok az elődnek, amiket mondott. Így van. Ez hónapokon zajlik, nyilván ennek az előkészítése a propaganda szintjén. Éppen a napokban olvastam erről a konkrét eseményről, hogy hogyan és miképpen készítették elő a németek ezt a rádióállomás megtámadását, kiket vontak be, hogyan és miképpen. És mi történt Ukrajnával kapcsolatban? Szintén ugyanez a helyzet. Az orosz nyelvű embereket háttérbe szorítják, jogaikat csorbítják, megölik, elpusztítják, tehát ott népirtás zajlik. Miközben erre vonatkozóan dokumentumok ugye nem kerültek elő, de a propagandában ez nagyon jól hangzott, ráadásul manapság elég egy álhírt elindítani, és az internet segítségével ez pillanatok alatt futótűzként elterjed, és utána már erre úgy hivatkoznak, mint hogyha valójában megtörtént, és olyanok is megosztják sokan, akiknek fogalmuk sincs, hogy valójában mi is történt ott. Az ijesztően hasonlít. Azzal a különbség, hogy itt van Magyarország, és a kárpátaljai magyarokat is úgymond üldözik, hát bizonyos jogaikat el is vették nyilvánvalóan, de ennek örül, mint a Magyarország az oroszok oldalára állt volna, éppen ezért. Így van, tehát átvettük ezt a propagandát, vagy elfogadták nagyon sokan, és sajnos a kormányzat meg teljes egészében ezt a propagandát, amelyet Oroszország folytatott, vagy folytat még mindig nyilván ezzel kapcsolatban. És amikor ott is ugye történt először nem orosz katonák, hanem jelzés nélküli egyenruhába öltözött emberek segítettek, úgy mondjam, helyi orosz anyanyelvűeknek arra, hogy Ukrajnával szembefordulva leválasszanak ott bizonyos megyéket, vagy megye részeket, és ebből kirobbant egy helyi csetepaté, és aztán a helyi csetepaté után tartottak egy kvázi népszavazást. Tudjuk, hogy az ilyen népszavazások hogyan, miképpen történnek a világban. Nem ez volt az első olyan, amelyet egy megszálló erő
szervez, és az a népszavazás úgy döntött, hogy ugye leválnak, és akkor innentől kezdve már hivatalosan valóban orosz fennhatóság alá tartozó katonai egységek léptek be, és támadták meg tulajdonképpen az addig érintetlen ukrajnai területeket. És ettől kezdve az a szörnyű háború. Most ugorjunk 7 évet, ugye, mert vagy 6-ot, 2014-8-at. Igen. És 2022-ig kitört az orosz-ukrán háború, és Oroszország korlátozott katonai hadműveletet kezdeményezett. Ugye Ukrajnán ez a hivatalos terminológia. Azóta történt egy és más az elmúlt egy évben, sőt, nagyon sok minden kegyetlen dolog történt, és most felütött a fejét egy fogalompár, hogy mondjam így, békepártiság, háborúpártiság. Igen. Ez az a dilemma, amit rögtön az elején ugye említettem, hogy most akkor ki a békepárti, vagy ki az, aki a háborút igazándiból akarja. Hogyha arra gondolunk, hogy meg lehet úgy is persze szüntetni átmenetileg egy háború folyamatát, hogy a felek úgy döntenek, hogy tűzszünetet tartanak, azaz egyik fél sem támadja a másikat. Elfogyasztják a frontot, ahol most van. És mondhatjuk azt, hogy hát akkor véget ért a háború, de ez nem a háború végét jelenti, hiszen ebben az esetben egy ország, amelyet megtámadtak, és egy jelentős területét elfoglalt egy másik ország hadserege, ez az ország csonkán áll. És nagyon kérdéses, hogy a további tárgyalások azok hozzásegítik őt abba, hogy majd a területét visszakapja. Jelen állás szerint, a jelen ismereteink szerint inkább így mondanám, úgy tűnik, hogy nem. Tehát egy ilyen megoldás. Miért hátrálna meg Oroszország, hogyha már elfoglalta ezeket a területeket, és katonai erővel birtokába vette? Így van, de hogyha most belegondolunk abba, hogy ezt így hagyjuk, tehát hogy elfogadjuk, hogy oké, akkor eddig eljutottak, akkor itt húzunk egy határt, és akkor innentől kezdve aztán minden rendben van. És belegondolunk abba, hogy a világban hány olyan feszültség van országok között, területi igények okán, Ázsiától kezdve Amerikáig, Dél-Amerikáig, Szerbiáig, hát itt a közelünkben szintén, a másik oldalon ugye szintén, hogy egy ilyen példa, hogy elfoglalom erővel egy másik ország bizonyos területét, és azt mondom, hogy oké, akkor most kössünk tűzszünetet, de innentől kezdve ez a terület már az enyém. Ez rossz precedens teremt. Ez borzasztóan rossz precedens teremtene. Másrészt lehet-e bízni abban a tűzszünetben, amelyet ilyen okok okán kirobbant háború végét jelentené. Hiszen ez azt jelenti, hogy mint ahogy a Krímet elfoglalták, és ez ellen nem tett senki semmit, ott maradt ugye Oroszország birtokában jelen pillanatban, mi lesz a következő lépés, majd az ezek a megyék után következő megyékre fog irányulni. És akkor megint előre haladnak. Meg ez a folyamat. Lásd Lengyelország, ugye, ami utána a Szovjetunió is megtámadta. Így van. Tehát hiába volt ráadásul meg nem támadási szerződés, ettől függetlenül. Így van, ez csak arra volt jó, hogy elterelje a figyelmet Németország valódi szándékairól. És nagyon érdekes egyébként megint még egy párhuzam, hogy annak idején, amikor Lengyelországot megtámadták a németek, és a lengyelek ezért is érzékenyek egyébként erre a mostani szituációra. És teljesen másképp kezelik, mint mondjuk Magyarország például. Akkor a Nagy-Britannia volt az a legelsők között, aki kiállt Lengyelország mellett. Tehát aki segítséget nyújtott Lengyelországnak, és most Nagy-Britannia volt szintén az első között, aki az ukránoknak segítséget ajánlott. Ami azt jelenti, hogy az ő számukra ez nagyon fontos kérdés, hogy egy adott ország szabadsága, területi integritása az... Nyilván egy több száz éves birodalomról van szó, ők ilyen léptében gondolkodnak. Így van. Úgy, mint a, majdnem Szovjetunió, mint Oroszország. Így van.
Tehát én ebben is látok egy bizonyos párhuzamot, de sajnos az a párhuzam, hogyha tovább vinnénk, az nagyon borzasztó lenne, mert hiszen akkor kitört a második világháború, és az egész Európát bekebelezte, egész Európát elpusztította. Nem szeretnénk ideig jutni. És visszatérünk akkor arra a kérdésre, amit említett, hogy ki a békepárti és ki a háborúpárti. A békepárti az, aki most megpróbálja megakadályozni, hogy az agresszor győzzön. És Európa ezért állt Ukrajna mellé. Na de Magyarország is békepárti volt, az egyes jelek azt mutatják, hogy nem erről van szó. Szavakban lehet békepárti. Én még azt is elfogadom, hogy és elhiszem, hogy nem akarja, hogy ott emberek halljanak meg, hogy pusztítás következzen be. Tehát ezt is én elfogadom. Igen, a békepártiságba, de maga a szituáció, a nemzetközi szituáció, a helyzet, az nem azt sugallja, hogy az lesz a megoldás, hogy most egy tűzszünet van, húzunk egy demarkációs vonalat, és akkor innentől kezdve Ukrajna 20%-kal kisebb, vagy 30%-kal kisebb területtel bír, a jövőben Oroszország pedig ezzel a 20-30%-kal nagyobb területtel bír a jövőben. Mert ez precedens lehet arra, hogy akkor miért ne jönne el következő évben, vagy fölkészülés 5 év múlva, még egy lépéssel tovább, még 50 kilométerrel, még 100 kilométerrel arrébb. Igen, tehát aki békepárt ilyen szempontból, az igazából nem lát tovább az orránál már elnézést. Tehát oké, nem halnak meg tovább mondjuk emberek, viszont megágyaz egy további konfliktus sorozatnak, ami ebből következhet. Tehát nincs további áldozatoknak alapoz meg, mert annak áldozatai lesznek. Most ott eszembe, hogy Ukrajna átadta a nukleáris fegyvereit Oroszországnak, vagy 1000 darabot, annak fejében, hogy Oroszország garantálja Ukrajna integritását. Hát ez lett belőle. Ez így van. Ukrajnát annak idején ugye rávették, a nemzetközi közösség rávette, hogy ezeket az atomeszközöket ő adja át Oroszországnak, és ezért garantálták az ő biztonságát. Ezért sem szabad hagyni azt, hogy ez az ország most egy csonka ország legyen, mint ahogy az sem volt jó sajnos, hogy Magyarország is megcsonkult az első világháború után, de pontosan megint visszautalva a történelemre, hogy nem tanulunk belőle, vagy nem figyelünk rá, hogy nekünk milyen borzasztó érzések voltak. Én nem tudom a történelem, megérdemli, hogy megismétlődjön. Hogy milyen borzasztó érzés, még a mai napig mennyire érzékeny, hogy tőlünk elvettek területeket, ahol értek magyarok, és most miért nem értjük meg azokat, a mellettünk lévő országot, hogy őtőlük is elvesznek olyan területet, ahol élnek ukránok is. Nyilván élnek oroszok is, mint ahogy éltek magyarok is, románok is azokon a területeken, amelyeket elvettek, de többségében magyarok voltak ott esetleg, vagy más országrészeket. Tehát a történelmet nem csak olvasni kell, vagy nem csak hivatkozni kell rá, hanem néha a tapasztalatait is figyelembe kellene venni, és hogyha mi valóban tényleg békepártiak vagyunk, és hosszú távon szeretnénk békét, mint ahogy a második világháború után itt Európában az elég hosszú ideig béke volt, és ez a béke egy agresszor támadásával szűnt meg. Tehát ezt az agresszor támadását kell megelőzni. Ezt máskülönben nem lehet megelőzni, mint hogy rá kell venni őt arra, vagy szembesíteni kell őt azzal, hogy nem tovább. Nem képes győzni, nem érheti el a célját, mert ha eléri a célját, akkor egy pár év múlva majd egy nagyobb cél tűz ki magának, és akkor már azt fogja. Akkor mit azt annak érdekében fog elindulni, és akkor mit fogunk tenni? Igen, hát a világ viszonylag türelemmel nézte, viszonylag, hogy Oroszország bekebelezte a Krímet, megszállta a Donbászt, de most átléptek egy vörös vonat, ugye ez a korlátozott katonai hadművelettel, itt már többről van szó, és igazság szerint a korábbi status quo felrúgásáról, és egy birodalmi politika, egy imperialista politika érvényesítéséről. Igen, és hogyha most eltekintünk a háborútól, tehát azt mondjuk, hogy most nézzük meg, hogy az orosz népnek mi az érdeke. Nem az orosz vezetésnek, a nagyhatalmi politikai elképzeléseknek,
a birodalmi elképzeléseknek, ugye, mert tulajdonképpen most ugyanott tartunk, mint ahogy annak idején a II. Világháború is kitörése oka is ez volt, akkor, és visszagondolunk megint az elmúlt évtizedekre, a béke évtizedeire, ha nevezhetjük így, akkor Oroszország is integrálódott a világba, például az európai, a nyugat-európai életbe, a gazdasági kapcsolatok, kulturális kapcsolatok, politikai kapcsolatok, hiszen a NATO-ba is ott volt Oroszország megfigyelőként, illetve megfigyelő státuszban. Tehát azok a vállalatok, amelyek Nyugat-Európában vannak, vagy Közép-Európában vannak, megjelentek Oroszországban. Orosz vállalatok megjelentek Európában. Tehát volt egy normál életvitel, hogy jól esett odautazni, mert Oroszország is nagyon szép. Exotikus ország, bizonyos szempontból. Nagyon szép. Tehát nagyon sok látnivaló van ott is, nagyon sok érték van, kulturális, történelmi, természeti érték van. Tehát ezek elindultak az elmúlt évtizedekben, és ez most mind megtorpan. Nem beszélve a sportkapcsolatokról, ugye most különösen reflektorfényben van az olimpia, meg a világban. És sajnálom is nyilván az orosz sportolókat, de azokat is megértem, akik meg óckodnak, hogy együtt sportoljanak, mert hát közben meg zajlik egy háború, amely az ő indításuk és az ő irányításuk alatt van. Ez is egyfajta összemosás sajnos, mert az orosz sportok nem tehetnek róla, hogy a Putyin-féle vezetés miket dönt, de ugyanakkor nyugaton meg úgy gondolják, hogy hát ők is oroszok, és tegyék meg, amit lehet a hazájukban ezen a kurzus ellen. Én nem tudok ebbe igazságot tenni, tehát én sajnálom az orosz sportolókat, örömmel látnám őket én a sportversenyeken, azzal a kitétellel, amelyet hallottam, én nem értek hozzá igazándiból, de amit olvastam, vagy hallottam, ugye, hogy nem orosz zászló alatt, vagy orosz színekben indulnának, mert hiszen ők dolgoznak, évekig dolgoznak azon, hogy eljussanak mondjuk egy olimpiára, és tudjuk, hogy ez az egyik legmagasabb szintű sportverseny. Tehát ebben én tudnám őket támogatni, hogy ott így részt vehessenek, és sajnálom az orosz embereket, akik bizonyos szolgáltatásoktól elestek az elmúlt egy-két évben, mióta a háború kitört. És itt nem csak a gyors étteremláncok bezárásáról volt, így van, tehát nagyon egyszerű, a hétköznapi embernek mi a fontos? Autóforgalmazók, és így tovább. Így van. Az ő életüket kényelmesebbé, kellemesebbé, jobbá teheti, és ez nem jó nekik. Tehát ez igazándiból senkinek sem jó, egy bizonyos körnek bizonyára, akik a hatalom mánia okán, vagy a megszállottság okán ezt mindenféleképpen szeretnék megvalósítani, de nem jó Európának, végképpen nem jó, mert a békés évtizedek után itt van egy olyan évtized, amiben háború zajlik, Európa majdnem közepén, és én azt gondolom, hogy a békepártiság, a valódi békét akarás az agresszornak az elrettentése attól, hogy ilyet most, vagy később megpróbáljon, ez pedig csak úgy valósítható meg, ha visszaáll a területi status quo. Enélkül azt gondolom, hogy egy olyan helyzet alakul ki, ami később további konfliktusokat fog szülni. Most még egy ravasz kérdésem lenne a végére, hogy ugye a háborúpártiságot is emlegetik, illetve hát ezt próbálják a bal oldalra rákenni, bár az utóbbi időben pont ellenkezőleg, ez is egy pejoratív fordulat szerintem, hogy az a háborúpárti, aki az oroszok kivonulását követeli, akár katonai eszközökkel kikényszerítve, vagy az, aki táplálja a háború tüzét azzal, hogy pénzeli ezt a háborút. Most nyilván Magyarországra gondolok, meg az itteni gazdasági kapcsolatokra, a gázvásárlásokra, a Paks 2 szerzős felülvizsgálatára, és ki tudja mi mindenre, ami még a háttérben zajlik. Tehát hogyan kell a háború pártiságot értékelni? Ez egy igen furcsa fogalom mostanában. Nem tudom, hogy ki hogyan értékeli, nyilván ezt mindenkire saját magára rábíznám.
Én azt gondolom, hogy azzal, hogy én támogatom, akár anyagilag, akár más eszközökkel az agresszort, az a háború pártiságot jelenti. És hogyha én támogatom anyagilag és más eszközökkel a védekező felet, aki szeretné a státuszkót visszaállítani, az a béke pártiságnak a jele, a jelen és a hosszú távú béke pártiság. És hát egy jól értelmezhető béke. Így van, egy hosszú távú. Ami nem ágyaz meg további konfliktusokat. Így van, tehát egy hosszú távú béke lehetőségének a visszaállítása, márpedig ez nem megy másképp, mint hogy ezt az agresszort vissza kell szorítani oda, ahonnan elindult. Ez pedig, ha Ukrajna egyedül nem tudja megtenni, akkor ebben neki segíteni kell.